Szerintem minden vitában, vagy minden érvelésnél a legjobb, leghatékonyabb fegyver a józan ész. A józan szatmári parasztember eszével gondolkodva próbálnék legalább két kérdést megfogalmazni. Ha ez annyira biztonságos, nem veszélyes az emberi egészségre, nem veszélyes a magzatokra, a gyermekekre, a felnőttekre, sőt, szinte már egészségesebbek leszünk utána, mint előtte. Ha minden olyan tiszta, mint a 24 karátos arany, akkor önök, tisztelt üzletemberek, miért nem csinálják meg ezt a big business-t Kínában? Nagyon magas bekerülési költséggel, sokkal magasabb rezsivel, óriási logisztikai nehézségek, sokkal komolyabb szervezés mellett egy idegen országban. Miért jó ez? Pénzmosásról van szó? A saját hazájukban már nem szívesen látják önöket, így velünk magyarokkal ezt is meg lehet etetni. Ha annyira jó ez minden szempontból, akkor miért nem csinálják meg Kínában? Esküdni mernék, hogy nekünk nem fog hiányozni az akkumulátorgyár. Ez az egyik. És egyébként, hogyha helyes irányba haladnának a folyamatok, akkor itt nem a Szenkort, a BMW-t, meg a kínaiakat, meg nem tudom kiket engednénk be, hanem a magyar parasztemberek által megtermelt javakra mezőgazdasági feldolgozóipart alapoznánk, és konzervgyárakat hozzánk létre. De van még egy kérdés, bocsánat, van még kérdésem. Kifejezetten szakmai, környezetvédelmi kérdés szinte valamennyi itt ülőhöz. És itt kicsit a végzettségemet tekintve egyébként jogász vagyok, így most egy kicsit a jogászvélemet is próbálom segítségül hívni vagy aktiválni. Itt van legalább, itt van már két üzem, nagyon nagy tétbe mernék fogadni, hogy ha csak nem lesz népszavazás, akkor lesz egy harmadik is, vagy negyedik is, ötödik is, ki tudja mennyi. Hogyha csak a BMW, a Szenkor és a Aksi gyár közül hogyan fogják tudni megállapítani talajszennyezésnél, vízszennyezésnél, levegőszennyezésnél, hogy az ok-okozati összefüggés még nagy multi esetében áll fenn. Abban a helyzetben fogunk kerülni, a nem létező felekirályságomat ráteszem, hogy Magyarországon elnézést a kifejezésért nagy hagyományai vannak abban, annak, hogy gondnak, szarnak, bajnak sosincs gazdája. A felelősséget forró krumpliként fogja dobálni mindenki magától, az egyik multi mutogat a másikra, hogyan lehet majd az ok-okozati összefüggést a szó jogi vagy szakmai értelmében megállapítani, hogy a sok nagy környezetkárosító multi közül éppen azt a talaj, víz, levegő, zaj vagy egyéb szennyezést még követte el, kinek a felelőssége. Ez egy nagyon fontos kérdés, és a legvégére, mert nyilván egy harmadik körben már főleg ezek után gondolom nem fog szót kapni. Főjös Pán úr nagyon sokat segített nekünk, és körülbelül 2 órával ezelőtt olyat fogalmazott meg, amire egy boxedzésen azt mondják, hogy kipattan az ütés. Ez pedig az a mondata volt, hogy hát ezek a derék kínai úriemberek sem magyarul, sem angolul nem akarnak egy egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni egy kérdésre, hát akkor nem lehet őket erre kényszeríteni. Hát ha nem akarják mondani, valami ilyesmit mondott szinte szó szerint, vagy tartalmi idézet, nem szó szerinti tartalmi idézet. Na, azt kérdezem én öntől, tisztelt Főjös Pán úr, meg valamennyi hivatalvezetőtől, hogyha nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy egy igent vagy nemet mondjanak, akkor hogyan lehet őket arra kényszeríteni, hogy bármilyen határozatot, törvényt, rendeletet, vagy bármilyen jogszabályt képesek legyenek betartani? Mert szerintem nagyjából sehogy, és szemtől szembe mondom önöknek, hogy ilyen mély tiszteletlenséggel már régen találkoztam. Önök nem. A házigazda vendégrelációban ülnek itt, önök itt a gyarmatosító, benszülött, gyarmatosított relációban. Ha egy kicsit hatásvadászabb akarnék lenni, azt mondanám, hogy a ragadozó és a préda relációjában ülnek itt. Hogy veszik a bátorságot ahhoz, hogy ide jönnek a mi hazánkba? Felteszünk önöknek kérdéseket az anyanyelvünkön és angolul, és arra nem képesek válaszolni, hogyha komoly közakaratban megnyilvánuló ellenállással találják magukat szembe, akkor hajlandóak-e elállni a beruházástól, igen vagy nem. Itt röhögcséltek, vihoráztak, pedig nagy tévbe mennék arra is fogadni, hogy nagyjából értették az itt folyó diskurzust, ha más nem a testbeszédekből. Ez mély tiszteletlenség. Azért nagyon furcsa ez, mert az én ismereteim szerint a kínai kultúra az emberiség kultúrának egyik bölcsője, melynek egyik alapja a tisztelet. És ezt a tiszteletet önök nem tudták megadni ma este itt nekünk, azért önöknek nagyon mélyen szégyenkezni kell, és nem tőlem, én nem tartok rá igényt, a debreceniektől legyenek szívesek egynél több alkalommal bocsánatot kérni, és nagyon jól gondolják meg azt, hogy milyen lépésekre szánják-e magukat,
Ha pedig nem tudja önöket megállítani a népakarat, erről még egy mondatban fogok szót ejteni, akkor javaslom önöknek, hogy tanulmányozzák a magyar nemzet történelmét, a hajdúság történelmét különösen, és akkor majd rá fognak tudni, hogy mire képesek az emberek. Ha ellenállásról van szó. Egy megoldás, tisztelt hölgyeim és uraim, mert 100 hónak is egy a vége. Mindegy, hogy mit beszélünk itt, ezt az egészet népszavazás útján lehet megállítani. Ha önök akarják, nem fogunk rátelepedni, nem fogok politikai műsort csinálni, mi segítünk. Nagyon szívesen segítünk, de ha a civilek, a választópolgárok ebben nem állnak bele, akkor ezt, mint kés, mint szaburájkarda, vajon úgy fogják áttolni. Népszavazással meg lehet állítani, semmi egyébbel nem, az összes többi csak mellébeszéd. Köszönöm.